muzika támogatója a Rolex. Egyetlen este három legenda. A bécsi filharmonikusok Riccardo Muti vezényletével a Scalában lépnek fel. A bécsi zenekar otthona a Musikverein, de nagy hagyománya van annak is, hogy Milánóban játszik, amit második otthonának tekint. Valóban ezt érzem. A Musikvereinben megszokott játékmódunkat visszük a Scalába. És így lesz kicsit a Scalából Musikverein. Csak jó emlékeim vannak arról, hogy itt játszottam. Ez egy csodálatos operaház, egy kulturális helyszín, a kultúra szentélye. Ezt érezni lehet. Ha bemész, ha csak egy pillantást vetsz a teremre, érzed a történelmet. 2021 történelmi év Riccardo Muti számára, aki 50 éve, az 1971-es Salzburgi Fesztivál óta vezeti a bécsi filharmonikusokat, és július végén ünnepli 80. születésnapját. Azért hívtam meg, hogy vezényelje ezt a koncertet, mert szerettem volna boldognak látni egy olyan operaházban, ahol korábban annyit dolgozott, ahol olyan dicsőséges pillanatokat élt át. Mendelssohn, Schumann, Brahms, Muti egy kimondottan német programot állított össze. Arra számítottam, hogy inkább olasz zenét választ, de nem így döntött, és ez egyszerűen csodálatos, mert ezek olyan zenék, amelyekkel közös a történelmünk. Mi mutattuk be Brahms második szimfóniáját. 1877. december 30-án. Ez a mű már a DNS-ünk része. Az is érezhető, hogy ebben az időszakban, amikor a második szimfóniát írta, Brahms hihetetlenül boldog volt. Ebben a műsorban vannak olyan pillanatok, amikor libabőrös lesz az ember. A Schumann szimfóniában van ez az átmenet a harmadik és a negyedik tétel között. Számomra ez minden bizonnyal a legromantikusabb, ami az egész zenetörténetben létezik. Mindig várom ezt a pillanatot, mert annyira hihetetlen, és hogy itt élhetem meg, az egy kiváltság. Rá kell jönnöd, milyen szerencsés vagy. Igen, játszhatok a bécsi filharmonikusoknál, játszhatok Riccardo Mutival a Scalában. Számomra, mint zenész, számára ez a legnagyobb megtiszteltetés. Ez egy álom, és ha ezt képes vagy felismerni, akkor boldog ember vagy. A muzika büszke támogatója a Rolex.